Hello and welcome to tonight's show. Sziasztok! Fogja Frigyes, szabad filmes ismét, és ismét innen az erdélyi hegyekből jelentkezek, ugyanis az előző pár nappal ezelőtti kis videómból kérdések és válaszok, questions and answers. Hát úgy látszik, hogy megmozgatott titeket, és küldtetek újabb kérdéseket, és mondtátok, hogy legyek olyan kedves, készítsek még ilyen videókat, mert tetszik nektek. És mivel most van időm, itt a kis étteremben, ahol most dolgozok, gondoltam, hogy miért ne. Akkor most innen a bárpult mögül, itt Erdélyben egy hegyi kis panziónak a éttermi részében, ahol most éppen művészi csaposnak csaptam föl. Gyorsan felolvasom a laptopomról azokat a kérdéseket, melyeket most küldtetek, és hát, ha tudok válaszolni néhányra. Fogel Média, hova menekülne el ön, ha a háború tovább terjedne? A kérdés jó. Nem menekülnék sehova. Unom a futást, és ha helyzet van, akkor megpróbálunk segíteni ott, ahol épp vagyok. Nem lesz az olyan egyszerű nekünk, én úgy érzem, hogy itt a háború tovább terjedésétől kellene féljünk. Itt most más a feladat, legalábbis én ezt úgy látom. Ha erről érkeznek kérdések, nagyon szívesen néhány mondatban válaszolok nektek. No, akkor a következő. Fogel úr! Ön láthatóan egyedül dolgozik, filmez. Miért? A kérdés nagyon jó. Azért, mert én eddig azt tapasztaltam, hogy amikor egy struktúrában próbálok együttműködni a szakmából emberekkel, akkor általában ilyen hatalmi játékokon már az elején eldől az alkotás sorsa. Mindenki mindenkit szétver, lealáz, stb. És ez a gyártás, illetve az alkotásnak a kárára megy. Persze lehet hatalmi régi struktúrában csinálni, hogy van a rendező, az ugat, a producer üvölt, és akkor a többiek csinálják azt, amit kell. Engem ez nem érdekel. Én olyan embereket kerestem mindig, akikben van spiritus, edukáció, tolerancia, szeretet, és kőprofik. Nagyon kevés az ilyen. És egyébként is Werner Herzog, aki egy német filmrendező, aki megjárt a Hollywoodot is, de a független és a művészi világban is már nagyokat alkotott. Ő mondja a Masterclass nevezetű sorozat trailerében. I'm speaking to filmmakers or future filmmakers. You have to know, I have gone through all of this. I have learned it all on my own. Amit én szoktam ezekben a médiatáborokban megmutatni az első órákban, amikor eljönnek hozzám emberek, és próbálunk inspirálódni és tanulni egymástól, hogy Werner Herzog is mondja, hogy hát egy filmesnek nem azt kéne csinálni, hogyan ez elő van adva, hogy csomó pénzt elbaltázzanak filmiskolákban, meg csomó időt, hanem lehet máshogy is. I do not use a storyboard. I think it's an instrument of the cowards. Szóval egyedül dolgozok, mert ennek látom értelmét. Sokkal nehezebb, amikor kell segítség, például egy cinematographer, akkor egy német barátomat meghívom, hogyha egy más jellegű stábtag kellene, akkor őket is meghívom. De a mai technológiával, a mai technikával az ember azért már egy személyben már képes elvégezni nagyon sok mindent. Ennek van jó oldala, van hát árnyoldala is, de ebben a témában is nagyon szívesen válaszolok a jövőbeli kérdésekre, ha esetleg fiatalokat érdekelne, hogy működik ez az egész. Na. Kedves Frigyes, ön nem fél, hogy egyszer megütheti a bokáját a szó kimondása miatt? Jó, gyerekek, annyi szókimondó, aberált, megmondó ember van, akik egyébként nagyon jól meg vannak fizetve, hogy most miért én lennék pont az egy őrült, akivel foglalkozának. Ők röhögnek rajtam, és a többieken is, ezeken a mezei gyalogkakukon, akik mi próbálunk valami kis szint belevinni ebbe a teljes szürkeségbe, de az tény, hogy az én kaptam már támadásokat a 20 év alatt, és ilyenkor az egyetlen egy védelmem van a nagy látogatottságú felületeim. Mert pontosan tudják, hogy ha
És már tapasztalták, hogy ha elkezdtek engem szorongatni privátban, akkor én nyilvánosan akkor fölteszek kérdéseket, hogy esetleg néhány dokumentum másolat kimegy, és abból országos balhé is lehet. De ez nem miattam, én nem vagyok olyan fontos, hanem voltak olyan projektek, vagy még lesznek valószínűleg, amikor olyan emberekkel működtem együtt, vagy működni fogok együtt, akik mondjuk nem szeretnék azt, hogy megmutassák a másik orcájukat is. Tehát nincsen semmi baj, én nem félek senkitől. De van bennem egy egészséges realitás érzék. Nem kell bántani egymást. Kedves Frigyes, szuper idézeteket szokott megosztani. Esetleg a következő kérdések, válaszok videójában egy eddig még meg nem osztott idézettel kezdene? Tisztelettel, Sanyi. Oké, ez jó. Nem szeretek mások tollával ékeskedni, de egyik kedvencemtől akkor Sanyi bától, ő is Sanyi, mondjuk ő Márai Sándor. A következőt olvasnám föl. A világi méltóság aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany. Miért játszol hamis pénzért, amikor Isten megtömte zsebed színarannyal? Na, akkor ez is megvolt. Egy kedves nézőm azt kérdezi, hogy filmesként én mit gondolok az olimpiai megnyitóról? Erről pont ma reggel kedves dévai asztalos barátom Muzsi Attila írt egy nagyon jó kis posztot, tehát a franciaországi olimpiai megnyitóról. És ennek kapcsán, hát én ott kommenteltem, azt el lehet olvasni, de én nem néztem se a megnyitót, nem érdekel az olimpia, én ezekről már régen hát, lemaradok tudatosan, ugyanis én már azzal nem értek egyet, hogy nekem már az nem tetszik, hogy a sportolókat kihajtják, már nem is emberként bánnak velük, meg a maguk a sportolók önmagukkal nem bánnak már emberként, hanem egy ilyen egy kicsit emberrel alatti világba mennek le már, számomra legalábbis, ezekkel az idő, fizikai és pénz hajhászással, mert szerintem ez nem szól másról manapság már csak a hiúságról és a lóvéról. És ahogy Attila barátom a ma reggeli posztjában, Muzsi Attila, artizanbluesradio.com, ha jól emlékszem, a Facebook oldalán nagyon szépen elmondta, és nem akarom őt megismételni, mai szemfényvesztés, amit itt elhazudnak és eladnak nekünk, és szájtátva nézik a nézőknek a nagy része sajnos, ez nem arról szól, köze nincsen már a régi olimpiai eszméhez, és hát vegyes undorral szoktam nézni, ahogyan ez szokott működni, akkor, amikor ilyen provokációkat lehet látni, mondjuk a keresztény kultúra ellen, ami már tulajdonképpen nem létezik itt Európában, bemutatva a bizonyos fölvonulási, hát hogy mondjam, blaszfémiát, fölvonulási provokációkat. Tudjátok, hogy miről beszélek. Nézzétek, a helyzet az, hogy ahogy Attila barátom is nagyon szépen megírta, ha egy más kultúrából érkező embertömeget bicskanyitogató módon sértegetnének szimbólumokkal, akkor, vagy szimbólumoknak a meggyalázásával, akkor ezek a más kultúrájú embertömegek nem úgy reagálnak, ahogyan például az európai fehér ember most, azaz egészen pontosan nem reagálnak sehogy. Hanem, hát akkor miért nincsenek olyanok, ahogy Attila írta, hogy fölállnak és ott hagyják az olimpiát, mondjuk a sportolóknak az 50%-a. Hát azért, mert a pénz az nagyúr, a hiúság, a karrier nagyúr, és hát igen, áldozatokat hozni az nem dévi, közben jönnek itt a vendégek itt a restaurantba, egy pillanatot megállunk, mindjárt visszajövök. Na szóval ismét itt vagyok, mert éppen jöttek kávézni itt a vendégek, és hát most tanulom a vendéglátóipari szakmát. Volt egy olyan kérdés is tőletek, hogy Frigyes mester, tusványost ön hogy látta? Készített vlogot ott? Nem voltam tusványoson, hanem micsványoson. Itt kinn a kertben, a panzionálat vettem fel az előző kis videót, ami
amit elég jól fogadtatok, ahogy mondtam korábban. Szóval nem mentem el tusványosra, mert több oka volt. Aztán nem is lepődtem meg annyira, de láttam, hogy ott az erdélyi influencereket is meghívták, tehát a másik oldalról. Az úgynevezett erdélyi influencerek, akiknek a nézettsége rekord alacsony egyébként, tényleg. És akik nagy-nagy dírrel, dúrral itt Erdélyben aláznak mindenkit a másik oldalon, sokszor joggal, sokszor jogosan, sokszor nem. Hogy azt nem értem, hogy az ilyen kis látogatottságú úgynevezett influencereket meghívják egy ilyen rendezvényre tusványosan, ami már sajnos teljesen más lett, mint ahogy az indult annó, legalábbis ezt így tudom. És ülnek, mondják a magukét, szinte nem is érdekli őket, de elfogadták. Közben eléggé profin csinálják meg a videókat, amelyeket hát néha csak 30-an, 40-en, vagy pár százan néznek meg, ritkán pár ezeren. És hát mindig úgy érzem, hogy bedobnak ide nekünk valami gumicsontot, egyik vagy a másik oldalról, és hogyha megnézem, hogy a pénz ezekhez az influencerekhez, vagy ugye a politikai felállásnak bármelyik platformán kiktől hogyan érkezik, akkor azt hiszem észre, hogy hát eléggé ilyen monovilág van a színfalak mögött. Nem kellene egy kicsit őszintébben és bátrabban tolni azt a bizonyos szekeret, amit toltok, mert egyébként nem lehet tudni, hogy ti mit toltok, milyen szekeret. Ugyanis valaki kiválasztják a tematikát, ami végtelenül unalmas, és hogyha vannak olyanok, mint jó magam például, akik hisznek még az úgynevezett ősi, európai kritikus gondolkodásra, vagy kritikai gondolkodásban, ami azt szerintem szinte nem is létezik, akkor bizony kiderülne a turpisság, hogy vannak nagy tömegek fiataloknak ezrei, Kolozsváron is, akik szívesen szerintem megnyilatkoznának és létrehoznának YouTube csatornákat, és elmondanák a gondolataikat, meg is szerveződnének, és nem ezeket az áruhában csápoló, minden rossz, minden szar című néhány influencert, akik például megjelentek tusványosan is, hallgatnának. Tehát hol van a fölhozatalnak a másik, a harmadik, negyedik, második oldala? Milyen ez a felhozatal, amikor nincs is fölhozatal tulajdonképpen? A magamfajta nagyon szívesen adna teret, és segítenék is, ahogyan itt már Erdélyben az utóbbi 4 év alatt megpróbálkoztam médiatáborokkal, és hogy inspirálhassak, praktikusan tanítathassak embereket, fiatalokat. És van rá igény, de valami miatt mindenki be van szarva. Én egyébként megkerestem privátban is, és nyilvánosan is, komment szekcióban ezeket, akiket a tusányosra elhívtak, ilyen influencereknek nevezett furcsa lényeket, és persze nem válaszoltak, és ahogy figyelem őket, ez teljesen egyértelmű, hogy nem azt az urat szolgálják, akikről ők beszélnek, vagy szeretnének. Erről majd később talán bővebben. De én azért bízok abban, hogy esetleg ők is még változhatnak, és jobb irányba fordulhatnak, és én nyitott vagyok beszélgetése, együttműködése, új gondolatok felvetésére, új terek, vagy új dolgoknak az elindítására. Mert erre is lenne pénz, és nem onnan, ahol ők valószínűleg kapják most. A következő kérdés egy bizonyos Gábor mester írta nekem, azt írja, hogy kedves Frici, az erdélyi közélet kapcsán lenne pár gondolata nekünk, amit megosztana velünk? Igen. Az erdélyi közélet szerintem egy szóban úgy tudnám leírni, hogy nem létezik. Ez egy olyan dolog, amit nekem is meg kellett tanulni, amióta én itt vagyok, 4 éve. Pótoltam a hiányosságaimat, igyekeztem elég gyorsan. Rengeteget mozgok, látom, hogy mi újság nagyjából. Hát szégyen és gyalázat, hogy ez van, mert amilyen kép él az erdélyi magyarságról kifelé, szerintem az, legalábbis ez az én véleményem, nincs köszönő viszonyban a realitással, a valósággal. Ami nem baj, most erre képesek az itteniek, én nem akarok senkit kritizálni és bántani. De azt nem szeretem, hogy amikor mindenki elkezdi ezt a sírás, rívást, és hogy hogyan lenne jobb, de amikor tenni kéne valamit, akkor nem emelik meg a feneküket, ugye? Úgyhogy az erdélyi közélet szerintem pont arra vár, hogy legyen közélet. Mert életet én itt nem nagyon látok, hanem bizonyos merev struktúráknak a manifestációit, és a simizést.
Ezt látom, miközben privátban a legtöbben tudják, hogy mi újság, és nem mernek. Na most szerintem ez változtatható, türelemmel, alázattal, szeretettel, de néha kemény határozottsággal, és fölkészülten, és profin. Tehát rengeteg jó fiatalt láttam, még Kolozsváron is egyébként, akik csak úgy leledzenek, és tengenek-lengenek, és nem hisznek már semmiben, miközben, hogyha esetleg személyes találkozásokra kerülne sor, amit most ősszel megpróbálok elindítani barátommal, Muzsi Attilával, akkor lehet, hogy hát ki tudja. Gyerekek, személyes találkozás, az a kulcsa mindennek, nem a virtuális dolog, az csak egy jó segítség, és ennyi. Na. Alapvetően ennyi volt. Én most azért hoztam ezt össze, hogy lássátok, hogy működhet ez is, tehát nem csak filmeket kell én készítsek, és inspiráló alkotásokat kilökni oda nektek a közösben, hanem tudunk beszélgetni. Nagy fájdalmam az, hogy legtöbben, akik írtak most az első videóm kapcsán, és megértem, nincs ezzel semmi baj, mindenki a saját világából próbál segíteni, vagy rosszabb esetben osztani az észt, miközben engem nem ismertek. És ezzel nincsen semmi baj, én is csináltam ilyet, amikor fiatalabb voltam, de azért vegyük már a bátorságot magunknak ahhoz, hogy picit fogjuk vissza magunkat, és esetleg ne skatolyázunk mindenkit a saját szemüvegünkön keresztül. Mert mindenki más. És ez talán az egyik legszebb dolog ebben az életben, hogy milyen unalmas lenne, hogyha mindenkit a saját képünkre próbálnak átformálni, illetve a saját igazunk szerint próbálnánk beskatujázni abba a bizonyos katujába. Itt voltak olyan privát levelek is, ahol megmagyarázták nekem mások, hogy ők hogy látják a szabadságomat az ő szemszögükből, illetve hát voltak, akik ki is oktattak, nincs ezzel semmi baj. A szabadság az egy fontos téma lehetne, hogy hogyan lehet elérni az anyagi és a szellemi, lelki szabadságot. Mert el lehet érni. Nem lehet tökéletesen szabadnak lenni ezen a planétán, mert aki azt mondja, az hazudik, és a legtöbben sajnos ez ügyben nagyon félretájékoztatják a közvéleményt. Viszont én tudom, hogy meg lehet teremteni egy egyensúlyt, amiben az ember szabadon tud alkotni, és meg tudja adni a császárnak, ami a császáré, és ami az Istennek, ami az Istené. Úgyhogy nem véletlenül van benne minden az Új Testamentumban, csak el kéne egyszer-kétszer olvasni, mert ugye azt is mondták, azt is átadták nekünk, hogy legyetek olyan szelídek, mint a galambok, de olyan ravaszak is, mint a kígyók. És na, ez egy művészet. Tehát én szerintem áldozatok nélkül gyerekek nem megy a mai világban, tettek nélkül nem megy, azelőtt gondolatok kellenek, fölkészültségkel, át kell égjön a lelkünk, szellemünk bizonyos dolgokon, és utána lehet akcióba lendülni. Ne másokat majmoljatok, és ne másokat másoljatok, és óvakodjatok azoktól szerintem, akik ilyen előadásokat tartanak, és egyfolytában a rivalda fémbe vannak, és megmondják a frankot, mert azok legtöbbször nem tudják. Tehát ahogy az előző adásban is mondtam, aki nem tudja, tanítja, aki tudja, csinálja. Sokat pofáztam. Végezetül annyi, hogy továbbra is várom a kérdéseiteket, bármi jöhet, mindent bele, és majd egyszer nekem is lesznek kérdéseim felétek, de azt inkább személyesen. Úgyhogy, ahogy korábban is említettem, szeptember végétől, amikor már mindenki helyre rázódik a nagy kipihenési időszak után, barátommal, Attilával fogunk egy-két ilyen találkozót szervezni, és nem csak köldöknézegetés céljából, hanem konkrét projekteknek a beindítása céljából. De ehhez ti kelletek, a ti gondolataitok is, és hogy valójában ti mit akartok, mert ez itt a lényeg. Ennyi volt mára, jönnek a vendégek, kell készítsem a kávékat, meg a söröket, úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlök ismét innen a Kalotaszeg feletti hegyekből. Aztán jövő hétvégén már Mély-Erdélyben, egészen pontosan Székelyföldön fogok
filmezni, és hát lehet, hogy akkor onnan is bejelentkezek, és némelyikötökkel meg esetleg személyesen találkozhatok egy jó sör vagy egy jó kis kávé keretein belül. Úgyhogy kösz az érdeklődést, megint jó volt veletek, és vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymással, és ne higgyetek senkinek. Sziasztok!